No de, ha hogy a technikánál maradjak, a lavórokat már minkás fővittük a házak tetejére, és azzal befogunk mindenfélét, internetet, kábel tévét, mondják is, hogy kábel a rengetegben. No de az internet az egy olyan ügyes, egy hasznos dolog, a csóré fehér népeket egész nap hozza, reggel este kérve kéretlen dobigálja. Na de össze is vitatkoznak az emberek. Elég volt! Persze, hogy elég! Ó, hát ez meg éppen csak az utolsó volt! Azt is csak a Wendel kedvéért, mert hogy megünnepeljük azt a nagy napot, mert hogy a tehenele fia. Le! Másfél éve! Már el is adtuk! Nem diskurálni jöttünk, hanem azért, hogy három napig vigyázzanak a jószágra. Meg a gyerekekre. Három nap egy. Másfél nap az út, oda másfél vissza, azt mondják. Na, hova mentél? Jó Istenhez! Adjon Isten! Hülye vagy te, Marci! Hogy lehet a jó Istennek, adjon Istennek vissza? Hát akkor hol? Jó napot ott kellett volna. Nem megbeszéltük a próbaszét. Az a próbán nem volt. Jó napot! Együtt! Jó napot! Mazel tov! Miben segíthetek? Elegyünk, bazd! Nekem is. Épp nézem, jön-e a lehűlés. Nem azt mondtuk, hogy melegünk, hanem hogy elegünk. Aztán miből? Az elnyomásból! Hogy minden terhet duplán mért nekünk, asszonyoknak. Egész nap csak a lótás, futás, a gyerek meg a barom után. A férjeim meg csak ülnek a kocsmába. Azt megváltják a világot. Ami mi bajódunk, meg szülünk. Hát erősen kilóg a lólát, hogy a jóisten... Erősen kilóg a lólát, hogy maga jobban szereti a férfiakat. Etek a kicsi ügyes korcvalvi fehérné, beiratkozott csíkba, egyenjogúsági tanfolyamra. Mindenféle nemzetközi professzorok tanították az emancipációt. Kezdetlegesen egy francia professzorasszony kezdte mondani, és hát mondta, hogy ő úgy vezette rá a férjét az egyenjogúságra, hogy ottól hagyta a mosogatást, elhagyta. És hagyta, hogy a tányérok, csiprok, fazekak szennyesen, hogy gyűjjenek szépen a mosogató szélén. És akkor azt mondja, hogy első nap nem láttam változást, második nap se láttam változást, és harmadik nap ez a kis borvirágos kicsi François, hát elkezdett mosogatni. És ez igen. Német professzor asszony. Az azt mondja, hogy a ruhákat nem kezdte mosni. Elkezdtek gyűjni ott a gagyák, mind a vonalkódos gagyák, bugyogók. És akkor első nap nem látott semmit, ő se, második nap se látott változást, harmadik nap se. És negyedik nap Hans elkezdett mosni. Csí, de jó, milyen egyszerű, a megörült neki. Ment haza karcfalára, hogy iktassa be az életükbe az egyenjogúságot. Férje nagy bognyeső, nagy karcolvi bognyeső, egyik keze temető, másik kórház. Olyan jó porció csóró volt. És akkor aztán ment két hét múlva beszámolni a professzoroknak. És kérdezték, hogy na Etelka, hogy ment? Hogy van az egyenjogúság karcfalá? És kezdte mondani, hogy ő egyből mind a mosást elhagyta, mind a mosogatást elhagyta. És akkor első nap nem láttam semmit, második nap nem láttam semmit, harmadik nap se láttam semmit, csak a hétvégén a bal szememre egy kicsit elkezdtem látni. 60 éve állok a színpadon. 60 éve hullon éve a takarásban. 60 éve nézem a csíki színjátszást. Ember nem látott még annyi művésznőt, mint én. Azt hiszitek, hogy amíg vartam nektek a ruháitokat, árultam a jegyeket, csütöttem a fürtös kalácson. Fölmostam a színpadot. Elnézést kérem. Nem néztem, hogy mit csináltok? Nem megyek el innen. Hol a néni, most már a finálé! Ez a jelenet kimond! Adtam a javasasszonyt. Jöge, na. Na mi van? Nekem nem díszítünk át? István.
díszítsünk!